Soha nem látott mennyiségű eső zúdult le az elmúlt napokban Tolna megye szerte. A vihar jelentős károkat okozott, azok helyreállítása még mindig zajlik. Szekszárdon több utcában is kidőlt fákhoz kellett riasztani a tűzoltókat. Így történt ez a Tarcsai utcában is, ahol az úttestet egy óriási ág torlaszolta el, ami kis hián egy autóra is ráesett. Az egész utat betakaró fadarabot először néhány férfi igyekezett arrébb tenni. A fával szembeálltam szinte, és jött velünk a fág, lezuhant erre a Tarcsai lakótelepi főutcára, ami elég forgalmas, és megpróbáltuk 3-4-5-en a szakadó esélyben elhárítani a hibát. Nem jött össze, kellett egy kis segítség, közben fölgyűlt a forgalom, balról is, meg jobbról is. A férfiak próbáltak segíteni, irányították a forgalmat a tűzoltók kiérkezéséig. Volt, aki tolerálta a dolgokat, hogy mondjam, köszönjük szépen. Volt, aki beintett, meg mit keresek az út közepén, mutatom nekik a nagy ágat, akkor mi nem tudtuk felszabadítani. Aztán akkor jött két szorgalmas tűzoltó, azok hamar összevágták a fát, ügyesek voltak, tényleg le a kalappal előttük. A faágat végül sikeresen elvitték az útból, majd azt feldarabolták. A Tolna megyei lánglovagoknak az elmúlt napokban 30 alkalommal kellett vonulniuk a vihar okozta károk miatt.